Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. Amikor azt ígértem nektek korábban, hogy ebben a fél évben elmegyünk különböző kutatóintézetekbe, egyetemekre, és megnézzük, hogy milyen kutatásokat csinálnak, akkor nem gondoltam volna, hogy előbb-utóbb kikötök itt egy ilyen helyen, méghozzá Budapest fölött egy ilyen kilátással, mert hogy itt vagyok a BM-én, és megnézzük, hogy milyen műhold kutatások zajlanak itt. A villanykar szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszékére jöttem podcastet felvenni a felbocsátás előtt álló új magyar műholdakról. Ez az adás már ki is ment csütörtökön, hallgathatjátok. Viszont amikor azt is megtudtam, hogy szemtanúja lehetek az egyik utolsó földi tesznek, az antennanyitás próbájának, rögtön összeraktam a kamerát, hogy ti is végig izgulhassátok a sorsdöntő pillanatokat. Ja nem, ez a videó a NASA Curiosity földi tesztjeiről készült sok éve, de tény, hogy valami hasonló tesztkörnyezetre számítottam. Na igen, ez a kreatív káosz nem pont ugyanolyan, de az is igaz, hogy a szóban forgó műholdak nagyon kicsik. Annyira kicsik, hogy elég egy kalapséna felfüggesztésükhöz. Hát ugye itt kétfajta műholdunk van, egy 5x5x5 centis, egy PQ méretű, egy zsebműhold kategóriába eső smog, illetve egy 2 PQ méretű 5x5x10 cm-es ATL egy nevezetű kisműhold. A smog egynek az elsődleges célja az az ember által keltett elektromágneses smognak a mérése. Ez is konkrétan ott, ahol ez a szennyezettség a lehető legnagyobb mértékű, tehát a digitális földfelszíni tévéadóknak a frekvencia sávjában, és ez a frekvencia tartomány, ez kijut a világűrbe, műholdjaink számára elég komoly interferenciát okoz, nem mellesleg szennyezzük a környezetünket, tehát itt nem az eldobott PET palackra kell gondolni, meg a nem szelektíven gyűjtött hulladékra, hanem ez egy sugárzott elektromágneses szennyezettség. Az ATL egyensúlyleges célja pedig akkumulátor hőszigetelő anyag vizsgálat, súlytalanság állapotában, teljes vákumban, ugye föld körüli keringés során. Gyakorlatilag 4 darab akkumulátor cella van a műholdnak a közepe részén. Ez a 4 darab akkumulátor cella vákummal és 3 darab különleges hőszigetelő anyaggal van elszigetelve a környezetétől. Minusz 40 plusz 80 Celsius fok tartományban lesz majd a műholdnak a hőmérséklete, és mi azt szeretnénk, hogy a belső akkumulátoroknak a hőmérséklet tartománya az ilyen szobahőmérséklet kategóriára álljon be, mert az akkumulátor ezt szereti. Ha a Rubik kockányi műholdak kijutnak a világűrbe, az egyik első és a kapcsolattartás miatt legfontosabb feladatuk, hogy ki tudják nyitni az antennájukat akkor is, ha addig esetleg csontra lemerülnének az aksik, erre azért jó esély van. Bár ide le a kinti napsugárzásnak csak a 40-60%-a jut el, ez a ragyogó délután ideálisnak tűnt, hogy megnézzük, hogy a napelemek fel tudják-e tölteni őket annyira, hogy kicsapódhassanak a 64 millió forintos műholdaska antennái. Azért hozzáteszem, lehet, hogy nem az antenna jelentette a legnagyobb költséget. Speciális, még nem űrminősített biciklifék antennákat használunk. Ez a 499 forint kategóriájú acél szál, abból is a másfél méteres verzióból 3 elemi szálat le kell belőle tekerni, fúrógéppel megfelelő menetemelkedéssel összesodorni, lehet méretre szabni, és kiváló rugalmassági tulajdonságokkal rendelkező amúgy forrasztható antenna alapanyag. Majd valószínűleg mi adjuk meg neki az űrminősítést. Hogy miből jön ki a több mint 60 milliós költségvetés, a podcastből kiderül. Most inkább izguljunk együtt az antenna nyitás sikeréért. Jó, megkímélek titeket a 28 perces várakozási időtől. Készen álltok? 3, 2, 1... És sikerült! Azóta egyébként a műholdak már megkezdték kalandos, több hónapos földi útjukat a kilövő állomás felé. Ha feljutottak, arról biztos, hogy be fogok számolni. Erről a műholdról egyébként elég sokat beszélgettünk a Szertár Podcastben is, a linket természetesen berakom a videó alá, ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! A következő rész tartalmából. Tudom, most kéne részleteket mutatnom, de csak kedden veszem majd fel azt a kísérletet, amiről Instagramon már beszéltem. Fú, de rejtélyes vagyok. Na mindegy, péntek reggel minden kiderül, addig is szép hetet nektek!